Sziasztok! Kis Vodka adás következik, rendkívüli külön kiadás Kisinyovból. Egy ilyen ekte moldáv vodkát fogunk meginni. Janóval, itt van velem Janó. Hello, sziasztok! Sziasztok! És az alkalomhoz illően öltöztünk, ugyanis a mai Kis Vodka adásban a Moldováról, kicsit Gagauziáról, Transnistriáról lesz szó, és a Moldova EU csatlakozásáról, és ennek megfelelően, mint rockerek, ugye rocker pólóba öltöztünk, de Janó... És nézeteinknek megfelelően, én az angol Motorhead, aki az Európai Uniót elhagyta, az nézetük szempontjából fog beszélni, ami hozzám közel áll, illetve Rihár a finn Korpikliáni pólójába, akik viszont lelkes EU és NATO tagok, és ebből a szempontból is konvergál a zenekarhoz. Egyébként mind a kettő kiváló zenekar, mind a kettőt ajánlom mindenkinek. Igen, és hát akkor én fogom az EU párti álláspontot képviselni, hogyha vitára kerül a sor, Janó pedig az orosz barátot. És itt most meg kell állnunk egy pillanatra, ugyanis ez egy alapvető hiba a magyar liberálisoknál. Kikérem magam, nem vagyok liberális. Tudom, akkor te meg kikéred magadnak a orosz barátot. Az a lényeg, hogy van egy olyan fajta téves szempont ma Magyarországon, mert ugye ketté osztott az ország, hogy aki nem EU barát, az azonnal orosz barát lesz. Orosz barát lesz. Na most, nem vagyok az. Én nem szeretem a szlávokat, lehet, hogy ez rasszizmus, nacionalizmus, nem szeretem csehektől oroszokig, lengyelektől montenegróig, nem kedvelem őket, tehát nem vagyok orosz barát. No, és akkor ezt tisztáztuk, nem akartalak megbántani ezzel az orosz barátsággal. Igazad van, előítéletes voltam, szóval kis vodkát fogunk inni. Sajnos ilyen poharaink vannak. Sajnos ilyen poharaink vannak, itt a szálláshelyen nincs nagy lehetőség. Moldáv kis vodka a boltban vettem, az 1 deci került 23 moldován lejben, az körülbelül 460 forint. Nincs 500 forint. Úgyhogy ez egy olcsó kis vodka adás lesz. Olcsóbb, mint az otthoni kis tüske. Hát most kivételesen nem a kis tüskés üvegből isszuk. Ja, de a végén szoktunk inni, de teljesen mindegy, ihatunk közben is, mert ugye általában ugye én a végén húzom le egyszerre, és ki kell találni, hogy víz volt-e benne, vagy vodka. Hát most nem lesz nehéz kitalálni. Szerintem kortyoljunk egyet. Nem rossz. Nem rossz. Nem vagyok vodka kedvelő, de nem rossz. Nem rossz, tényleg. Én sem vagyok nagy vodkás, de kis vodkás vagyok, de nem rossz. Szóval arról van szó, hogy választások lesznek itt Moldovában, pont nem sokkal azután, hogy mi hazamegyünk. Október 20-án tartanak elnökválasztást, és egyúttal az uniós csatlakozásról is szavazni fognak. Ugye valamilyen tagjelölti státuszban van Moldova, és most ezzel az elnökválasztással együtt történik meg az unióról is a szavazás, és érdekes egyébként ennek a felállása, mert hogy ugye a moldávok inkább húznának részben az unió felé, vegyesen. A többiekhez képest igen, csak hát Moldova egy sok nemzetiségű ország, tehát itt hát legnagyobb számban több mint 80% moldávok élnek oroszok, ukránok, gagauzok, törökök, bolgárok, tehát többféle népcsoport él, különböző lélekszámban, és hát bizony nem mindenkinek tetszik az uniós csatlakozás, mert hogy a jelenlegi elnök, aki ugye újrázni is szeretne, román állampolgár, Maris Andu. Igen, aki mellesleg román állampolgár is, ő például kifejezetten szeretné, hogy nem hogy az unióhoz csatlakozna a Moldova, hanem egyenesen beolvadna Romániába. Ez egy elég vitatott dolog, mert hogy itt Moldovában is és Romániában is sokan vitatják ennek a szükségességét, vagy ennek az előnyösségét. Hogy miért is cinkes ez a uniós szavazás? Mert hogy elnököt kit választanak, az egy dolog. Vagyis hát nem egy dolog, mert nyilván egy unió irányába tartó, vagy a uniótól eltartó elnök között lehet választani. Vagyis hát ezek az opciók. Tehát nem mindegy, de
vissza kell lépni egy kicsit a történelembe, hogy hogy alakult ennek a kis országnak a sorsa. Nem kell nagyon messzire menni, hanem a rendszerváltás idejére, amikor gyakorlatilag három része szakadt Moldova, kitört egy polgárháború, és orosz békefenntartók jöttek békét fenntartani, azóta is fenntartják, és ez a szakadár ország részlet Transnistria, ez a Nyeszteren túli terület, Nyeszter menti köztársaság, és ez a mai napig orosz megszállás alatt van, saját pénzük van, saját határőrizet, tehát teljesen külön nincs megszállás alatt, nem, csak orosz segítséggel, igen. Jelenlét, tehát orosz hadsereg tartja fenn a békét tulajdonképpen. Tehát papíron Moldávia része gyakorlatban egy külön ország, egy el nem ismert ország, hat ország ismeri el a világon, az összes többi el nem ismert ország. És úgy tudom, hogy Oroszország, akinek egyébként érdeke, én úgy tudom, hogy Oroszország sem ismeri el. Hivatalosan nem ismerte el Oroszország. Igen. Támogatja, de nem ismerte el. Én ezt hallottam, lehet, hogy tévedek. Egyébként, ha valaki tudja, nyugodtan írja meg kommentbe, ezzel nem fogunk itt összeveszni. Minden esetre nagyon érdekes a jogállása, és a mostani utazáson oda is szeretnénk elmenni. Tehát itt országon belül útlevél kell, és vízumot állítanak ki az átlépésnél. A megfelelő időn belül el kell a területet hagyni, meg ilyenek, tehát elég komoly a dolog, és élnek az Oroszország elleni szankciók ott is, tehát orosz... valószínűleg jó vodkát lesznek is. Valószínűleg jó vodkát lesznek, igen. És, igen, és például orosz bankrendszer van, tehát a bankkártyák nem működnek, meg igen. Ilyenek, tehát dollár fogunk oda vinni, hogy azt ott beváltsuk, mert azt jobban szeretik, mint az eurót. Egyébként érthető módon ez a szakadár terület, ez ugye kevésbé unióbarát. Igen. Ők ugye inkább az orosz oldalra húznak. És érthető is egyébként, mert pont ott van az orosz többség. Tehát míg Moldova nyugati részén moldáv-román többség van, addig ugye a keleti részen pedig pont, hogy. És ugye a harmadik rész a Gagauz köztársaság, ahol tegnap voltunk. Jön majd róla a videó, de még majd meg kell vágni. Ezt tudni kell erről az országról, hogy amikor a polgárháború volt, ez 91-ben azt hiszem, akkor Gagauzia egy önálló köztársaság lett. Igen, hozzá is itt a megfelelő eszközöket. Tehát az a lényeg, hogy Gagauzia 4 évig létezett önálló köztársaságként, majd Moldáviához csatlakoztak. Igen, itt vannak a kellékek. Róla van szó, ő Gagauzia zászlója. Ő pedig Moldova. Transznisztriai zászlónk még nincs, mert oda majd most megyünk. Igen, a gagauzok nagyon szimpatikus, nagyon kedves nép. Szóval az önálló köztársaságként létezett 4 évig, majd autonómia jogot kaptak a moldáv alkotmányba, amely garantálja nekik a autonómiát. Addig, amíg Moldávia független, ezt annak idején a Romániával való egyesülés miatt harcolták ki, de ma eljött az a pillanat, hogy nem Romániához akarnak csatlakozni, hanem az Európai Unióhoz. Tehát a függetlenségük elveszik, és volt is egy népszavazás, amiben utasították az Unióhoz való csatlakozást, úgyhogy ennek a fényében a mostani elnökválasztás és a Unióhoz való csatlakozásról való népszavazás azért lesz érdekes, mert érdekelhetitek annak. És hoznak most Moldova szintjén egy olyan döntést, hogy csatlakozzanak az Unióhoz, akkor két egymással ellentétes értelmű népszavazás van, mert hogy ugye a gagauzok azt mondták, hogy elutasítják az uniós csatlakozást, és akkor ők leválnának. Akkor bizony itt borítékkor van a polgárháború, amiben minden valószínűleg szerint Transnistria is beleszólna, szerintem ez az én véleményem, illetve az az én másik véleményem, és szintén személyes, nem támasztja alá semmi, elemzőktől se hallottam, tehát ez teljesen saját elmélet. Ha az oroszok elfoglalják Odesszát, Odessa 50 km van Transnistriától, én szerintem Oroszországhoz fogják csatolni. Garantált a háború, az Európai Unióval készül 1,5 milliárd euróért fegyverzi fel most a moldáv hadsereget. Tehát gyűlik a fegyver, és ugye tudjuk, ahol fegyver van, az előbb-utóbb el is fog sülni.
Na hát ezt majd meglátjuk, azért messze van attól az orosz hadsereg, hogy Odesszát elfoglalja szerintem, de ezt majd meglátjuk. Én azért bízom benne, hogy nem lesz polgárháború és háború, de hát... Én sem, mert tök jó hely. Ebben mindig bízik az ember, aztán mégis mindig vannak háborúk, meg polgárháborúk. Egyébként tegnap, amikor Gagauziába utaztunk, akkor hanem osztogatták a troli megállóba a választásra az újságot. Ez a Moldáv Szocialista Pártnak a ilyen választási újságja, és a néninél két kupac volt egy orosz nyelvű, és volt egy román nyelvű. Én románt kaptam, nem tudom, hogy mire föl vagy, abból több volt, vagy románnak néztek, vagy gondolták, hogy a külföldi akkor vigye a románt, nem tudom. Az a lényeg, hogy ez a Stoyanoglu, vagy nem tudom, hogy kell mondani a nevét, ez elég törökös név. Stoyanoglu. Ugye nem romános, inkább törökös név. Hát, és a Gagauz nép az egy türk név. Türk nép. Nagyon sok helyen a épületeken és a Gagauz feliratok, az megjegyzik, mint hogyha Törökországból jelenne is látnám. Érdekes, hogy egy török nevű ember a uniós csatlakozás élharcosa, mert ő egyébként nagycsalnyik volt a unióban is, tehát ott kint fontoskodott, tudjátok, hogy van a unióban, gitegylet, mindennek van valami ízéje. Ő biztos csatlakozási szakértő, ügyértő, ügyintéző, ezek mindig halmozzák az élvezeteket. Szóval ő Brüsszelben is már kint kederte, kavarta, mint piszkos Fred, úgyhogy hát nem tudom. Azért a Moldáv részen sem 100%-os a uniós csatlakozáshoz való vágy, szóval nincs meg azért ez a nagy odatartozási vágy, de szerintem többségben vannak a unió pártiak. Gyanítom, itt is megy a nyithat szukrezlet Bukarestbe típusú propaganda. Viszont ami érdekes nekem, hogy azon túl, hogy az ország tök nyugodt, tök békés rendezett, a választási ilyen sátor volt, ahol osztogatta a néni az újságokat, nem anyáztak, nem köpködtek, nem vitatkoztak. Akit érdekelt, elvette, akit nem, elment mellette. A újpesti piacon bírom, amikor a Fidesz, a zöldek, meg a tökön tudja, lilák, mit tudom én, mik ott összeállnak, és akkor ezek nem is egymással vitatkoznak, hanem a hívők. Egyébként igen, de 10 éve még nálunk is nyugi volt a standoknál, tehát... Ez az utóbbi időben van. Uh-huh. Meg Újpest egy ilyen kiemelt hely, tehát ott emlékszem, hogy 5 éve is, amikor a Puzsér indult, aki ugye mind a két jelölt ellenével indult el, ott is... Újpesten ilyen... indult a Puzsér? Nem Újpesten, Budapesten főpolgármesterként, és Újpesten standoltak, meg volt ilyen utcai fórum, és akkor ott van nagyon komoly bekiabálások, meg van már, mintha már verekedés, vagy nem tudom, de ilyen elég. Aztán lehet, hogy ez csak véletlen. Javonak meg ugye Újpest a autentikus hely, arra lát rá személyesen jobban. A minden esetre meglátjuk 20-a után, hogy döntenek a moldáv polgárok, hogy mi lesz a kimenetele. Egyébként azt írja itt az egyik cikk, hogy már nem ebben, hanem egy kicsit beleolvastunk, hogy mik történnek itt, hogy van egy párt, ami meg ilyen nagyon orosz barát, és állítólag betiltották. Igen. És arról meg azt mondják, hogy Oroszországból pénzelik azt a pártot. Igen, oda is menekült, mert lecsukták volna a párt Stójú, vagy valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan. Nem emlékszem a nevére. De el is menekült az országból, és oroszok pénzelik, nyilvánvalóan az oroszok pénzelik, hát nem van oltó fogja. Érdekes felállás, tényleg itt a nyugat meg a kelet ütköző zónája, ehhez képest most pillanatilag békés, hát most reméljük, hogy politikai síkon marad ez az ütköző zóna, és nem az a fegyveres konfliktus. Egyébként érdekes, hogy ugye van a nagy politika, vannak a nagy hatalmak, ezek a tizmoznak, és vannak ezek a kis országok, és ezeken csattog az ostor, meg rossz, ezek mintha a mérleg, vagy nem tudom, valahogy ezt mérlegelik, hogy egy ilyen kis ország. Geopolitika, hol vagy, és kész, ennyi. Hát aki rosszkor van rossz helyen, ugye az megszívta. De Moldova területe is tartozott már az orosz birodalomhoz, Szovjetunióhoz, Romániához, tehát hogy azért itt is szépen keresztül hasított a történelem oda-vissza. Hát igazából itt kellene élni egy hosszabb időt, hogy azért ebbe belelássam, mert nyilván a magyarok
nemzeti karakterét vagy lelki világát sem érti, meg az a külföld, aki eljön oda három napra, és igen, akkor azt mondja, hogy a magyarok búval baszottak. Persze, ja, annak oka van, azt ő nem tudja. Tehát az, hogy, hogy itt Moldáviában milyen szimpatizálása, hogy oroszok, románok között, tehát ezt mi nem tudjuk. Így, hogy eljössz két napra, a benyomások az, hogy meg vannak békességben. Van, aki románul beszél, van, aki oroszul beszél. Én oroszul próbálkozok, meg ilyen sajnos koromból kifolyólag tanultam. Én meg hol így, hol úgy. Én meg hol így, hol így, és nincs belőle semmi probléma. Nem húzzák az órukat, hogyha oroszul beszélsz, hogyha ő románul. Meg hát itt Moldovában azért a nagy része beszél oroszul, mert hogy kötelező volt, nem olyan rég szabadultak fel a Szovjetunióból, tehát na, igen, de ezt mondjuk annyiból árnyalnám, hogy volt szerencsém Azerbajdzsánba járni, ott például a fiatalok már nem beszélnek oroszul. Mm. Tehát a korunkbeliekkel, akik még iskolában tanulták, azokkal szót tudtunk érteni, a fiatalok már törökül tanulnak. És, tehát ez Moldovában is... Ne bocs le! Miért? Nem, azért, mert nem felvétel fel. Van. Köszönjük szépen! Nem akarjuk megmutatni a felvételen, nyilván, mert most éppen nem azt eddig felé mutatni. Szóval itt is meg lenne annak az esélye, hogy ne oroszosodjanak el, de én szerintem mélyebb, nem tudom, hagyományom, vagy a kultúrában mélyebben van beágyazódva ez az orosz kultúra, vagy mentalitás, vagy nem is tudom, hogy mondjam, annál, hogy elfelejtsék a meg orosz tényleg itt voltak a nyugat meg a kelet ütköző zónájában régen is, nem csak most. Igen. Na hát szerintem mi ígyuk meg a vodkát, nem? Ígyuk. Vagy van még, amit el szeretnénk mondani? Igazából nem. Én annyit mondanak, hogy én nagyon régóta készülök Transnistriában, tehát már évek óta, és most jött össze ez a csapat, mert senki nem akart eljönni velem. Tehát, hogyha lett volna legalább egy jelentkező, akkor már régen mentem hát volna. Én lettem a jelentkező, és aztán összerántottuk a csapatot. Igen, tehát nagyon kíváncsi vagyok rá. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Régóta készülök ide, olvastam is róla, persze mindig, ha megyek valahova, akkor előtte elolvasom, hogy és engem nem ezek a turista látványosságok érdekelnek, és a információkból se, hogy mit látok a Nemzeti Múzeumban. Engem az érdekel, hogy az emberek hogy élnek, mit esznek, mit isznak. Próbálok velük beszélgetni már, ahol lehet, mert ugyan nem beszélek egy nyelvet se, de nagyon jó rajzolok. Tehát képregényekben társalgok velük. És évek óta készülök ide, és nagyon várom a holnapi napot, hogy végre eljussak Transnisztriába. És Gagauziában is készültem, de megmondom össze, hogy Gagauzia volt az, amiben nem voltam biztos. Tehát nem tudtam, milyen itt a közlekedés, el lehet-e jutni, nem tudom, 100 km ezen a tájékon az legyőzhetetlen távolság, vagy ennyi. Ennyi egyébként. Ennyi. Ezt majd látni fogjátok a videóban. Egyébként nagyon örülök, hogy eljutottam Gagauziába is. Oda is készültem, de abban nem voltam biztos, hogy el fogok jutni. Hát most Transnistria jön. Tehát ez lesz a következő. Hát akkor szerintem erre ígyunk. És akkor találjátok ki, hogy ez vodka volt-e, vagy vodka, és hogy moldáv vodka volt-e, vagy moldáv vodka. Hajrá, Moldova! Még annyit hozzátennék, hogy a orosz barátság az egyetlen. Posztszovjet térségben, ha járok, mindig orosz vodkát veszek. A legjobbak. Ha ez a reklám helye, adhatok reklámot? Hát ez nem konkrét terméket reklámozol, a véleményedet mondod el egy... Talka vodkát vegyetek. A legjobb Novosibirszki Talka vodkát. Ha ahol látok, azt veszek, és nagyon remélem, hogy Transnistriába megyek a boltba, és rám vigyorog az első Talka vodka. Na, erre én is kíváncsi leszek. Na hát akkor egészségünkre. Hajrá, Moldova! Hajrá, moldovánok, vagy hogy szokták mondani? Én a gagauzokkal vagyok. Hajrá, én a gagauzokkal vagyok. Egészségünkre. Sziasztok. Csüssz. Na, ugye.